Sziasztok! Ma kétszer számot mutatunk be a tavaszi kerti munkákhoz. Általában egyszer számot szoktunk ilyenkor bemutatni, de most kettőről lesz szó, hiszen a tavaszi kerti munkákhoz két olyan szerszám is van, ami elengedhetetlen. Ha már a barkácsolónak megvan egy adott akkumulátora, akkor erről már beszéltünk, nagyon fontos, hogy hozzávaló gépeket tud válogatni. Ilyen például az, amit most itt látunk. Akkor rögtön elsőként ezt a kis apróságot vegyük szemügyre. Ez nem más, mint egy metszőolló, és annak is az elektromos verziója. Első tekintetünkre azt látjuk, hogy van rajta egy két gombos indítási lehetőség, ez persze biztonsági okokból van, és hogy senki más ne tudja elindítani rajtunk kívül, még van egy biztonsági főkapcsoló is. Nehogy véletlenül a gyerekek kezébe beinduljon. Bekapcsolva a főkapcsolót, azonnal kinyílik a metszőollom, és már is munkára kész. Nagyon tudni semmit nem kell hozzá, hiszen megnyomjuk a gombot, és abban a pillanatban átvágja az ágat. Aki használt már ilyen készüléket, avagy kézi metszőollót, azt tudja, hogy elég keserves néhány ágat levágni, na ezzel nem lesz az, hiszen olyan erő van benne, amit ki is fogunk próbálni, hogy a legvastagabb gajat is elviszi, ami befér. És ha olyan nagyméretű gajakkal találnánk magunkat szembe, amit már a metszőollón képtelen levágni, ekkor jöhet számításba a fűrész. Ebből is van akkumulátoros verzió, mint minden másból, könnyedén fölmászhatunk vele és levághatjuk a magasban is a gajakat, és egész vastag gajakat is le tudunk már ővele vágni. Egyébként használata rém egyszerű, két gombos indítás, akkumulátor az alján. Ami extrát tud, fölül kioldva egy kis gombot, jobbra elfordítható és balra is elfordítható 90 fokkal, ezzel megkönnyíti a keszekusza helyeken való vágást, és olyan helyzetekben is tudunk vágni, amit amúgy kellemetlen lenne. Miután vágó szerszámról beszélünk, a legfontosabb a szerszámunknak az éle. Ez épp úgy cserélhető, mint akár a dekopérfűrészben a lapok, nagyon egyszerűen kioldjuk, és már is kivehetjük, vagy új lapot tehetünk. Ennek a megválasztása nagyon fontos, hiszen ha fát gajjalnánk, akkor vannak speciális olyan fogú fűrészlapok, amik erre valók. Ezekre a jellemző, hogy jól szét van hajtogatva a foga, vastagabb vágást csinál, és a nedves fába sem szorul be. Természetesen ezekből a lapokból nagyon sok fajta kapható, és nem csak a fa metszéshez használható. De ha már ilyen lapot választunk, akkor vigyázzunk arra, hogy vannak ezek a zöld jelzésű lapok, amik egyébként azt mutatják, hogy alacsonyabb energia felhasználásúak, és az akkumulátoros gépünk ennek segítségével több munkára lesz képes. És most, hogy ezt a két nagyszerű dolgot itt kielemeztük, akkor irány a tavaszi kert, és próbáljuk ki őket, hogy a valóságban hogyan is működnek. Most, hogy ezt a két szerszámot már a kertben is kipróbáltuk, el tudom mondani, hogy igazán hasznosak, hiszen a vastagabb gajakat is gond nélkül le tudjuk csípkedni a mi kis metszőollónkkal. Ha valaki ezt kézivel próbálta már, akkor tudja, hogy mekkora könnyebbség az, amikor ezt egy elektromos szerszám végzi helyettünk. Úgyhogy, ha van nekünk ilyen akkumulátorunk, az bátran használhatjuk kerti szerszámokba is. Remélem, minden kérdésre választ kaptatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!